Megyénkben 11 egyesület működik, ezek 1900 méhészt fognak össze. Ebből több mint 300 méhész nyíregyházán dolgozik, de közülük alig 80 tag annyira aktív, hogy a gyűlésekre is eljárjon. Így a többiek gyakran elesnek a támogatásoktól is. Ezek ugyanis csak aktív egyesületi tagság után vehetők igénybe. Először tavaly kaphattak a de minimis alapból 500 forintot mély családonként, azonban mivel nem minden jogosult jelentkezett érte, közel 70% volt a kihasználtság, Idén ez az összeg 1000 forintra nőtt. Összegben azért éves szinten egy 50 100 forintról van szó javarészt a méhészeknél. Egy száz családos méhésznek a 100 ezer forint egy évre igazából nem fogja megváltoztatni a jövedelmét, vagy a keresetét, vagy a beruházásait. Ami esetleg a nemzeti programban történő változások egy kicsit itt átérve a Denimisről, az befolyásolhatja, abban azért volt egy a 36 millió euróról való növek, 36 millió euró, 40 millió euróra növekedett, ott egy kicsit más lett a kihasználási feltételek, új dolgok jöttek be, ez az, ami egy kicsit inkább segítheti a méhészek munkáját. A Magyar Méhészeti Nemzeti Programban voltak méhészeket és egyesületeket érintő változások is. Előbbieknek új eszközök, például más fűkassa, mézkrémesítő, mézesüveg és beszerzésére és finanszírozására nyílt lehetőségük. Az egyesületeknél informatikai eszközök támogatása előadók szállás költségeinek és előadói díjainak támogatása vált elérhetővé. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület pedig kutatásra, fordításra és méhész magazin megjelentetésére fordíthatja a támogatást. Minden nemzeti programi támogatás egy utánfinanszírozott és nem teljes összegű támogatás, hanem maximum egy 50%-os támogatás. A méhészeknek a jövedelmezőségét, vagy a könnyebb munkáját segítheti ez inkább elő, azzal, hogy esetleg olyan eszközöket is be tudnak, vagy bemernek így vállalni, megvásárolni, amit csak saját önerőből nem lennének képesek. Így azért egy hosszú távú beruházással elősegíti a munkáját. Jelen pillanatban a méhészeti ágazat azért azzal bírkozunk, hogy mesterségesen élbe tartsuk a méheinket. Amellett én azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt két évre biztosan mondhatom, hogy talán ha egy önfenntartó dolog a méhészkedés. Nem jövedelmünk van belőle, hanem lassan odaérünk, és akkor egyre többen abba is hagyják, hogy önköltségesen, saját munkánkat nem nézve, hanem csak a kiadott költségeinket vissza tudjuk termelni. Legyen szó mély családok pusztulásáról, vagy a kedvezőtlen időjárási viszonyok okoztak károkról. A szakember azonban hozzátette: A támogatások semmilyen formában nem befolyásolják a hazai méz árait.